Most következő műsorunkat 12 éven aluliak részére nem ajánljuk. Elmúltak az ünnepek, beköszöntött a 2019-es év. Kitűnő alkalom arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt évre, és latolgassuk egy kicsit, hogy mi vár ránk 2019-ben. Kovács Péter polgármestert kérdezzük arról, milyennek értékeli a 2018-as évet, a kitűzött célokból mennyit sikerült megvalósítani. Üdvözlöm a televízió nézőit, a 2018-as év az egy sikeres éve volt az önkormányzatnak, úgy, ahogy az elmúlt évek nagy része. Ugye a legtöbb olyan beruházást, amit elterveztünk, azt be tudtuk fejezni. Itt két kivétel akadt, az egyik a Móra Ferenc Általános Iskolának a felújításait. Azért nem tudtunk haladni, mert a tervek nem készültek el időre, úgyhogy ezt a projektet kénytelenek voltunk áttolni 2019-re, de a jó hír az, hogy 2019-ben ez meg fog valósulni. Ugyanez a helyzet a szakrendelő bővítésével, ott is a tervek, illetve a tervek műszaki tartalma miatt kellett várni, illetve még újra tervezni, mert ott az épület menet közben derült ki, hogy statikailag nem bírja el az épület ráépítését, és így meg kell erősíteni az épületet, ez pluszköltség, és a pluszköltséghez forrást kell szerezni az Egészséges Budapest programhoz, ennek az egyeztetései miatt még egy kis csúszásban vagyunk, de 2019-ben ez is vélhetően meg fog valósulni, remélhetőleg már tavasszal ki tudjuk írni a közbeszerzési eljárást erre a projektre. Mivel egy plusz feladat is ide jött, ez a statikai megerősítés, így vélhetően egy hosszabb beruházás lesz. Ugye korábban úgy terveztük, hogy nagyjából egy év alatt ez megvalósul, most inkább úgy látom, hogy inkább egy másfél év lesz ez a felújítási munka. Én nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Plusz feladatként jelentkezett az is, hogy ugye eredetileg nem terveztük a parkoló bővítését, aztán kiderült, hogy bővíteni kell, aztán kiderült, hogy annyival kell bővíteni, hogy egy szintes parkoló már nem elég a jelenlegi szakrendelő előtti területen, ugye az is a szakrendelőt el kell, úgyhogy egy kétszintes parkolót kell építeni, de hát ennek a költségét az önkormányzatnak kell magára vállalni, amit meg is tesz természetesen. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy összeáll ez a projekt így év elején, és akkor el tud indulni. Ezen kívül az összes olyan dolgot, amit elterveztünk, azt megcsináltuk, tehát az útépítések, bár már tavalyi évben, sőt most már így mondom, tavalyi előtti évben elértük a kitűzött 40 utat, de akkor azért még néhány utat, útépítést bevállalt az önkormányzat 2018-ra. Ezeket is végrehajtottuk. Ugye nagy felújításban óvoda felújítás volt, és a Szent Korona utcai óvoda, az egyik Szent Korona utcai, a 99-101 óvodának a felújítását terveztük két ütembe, először a külső felújítást, ez meg is valósult, nagyon szép lett, és a jövő évben megtervezzük, illetve az idei évben 2019-ben megtervezzük a belső felújítását ennek az óvodának. Bocsásson meg, polgármester úr, itt hadd szúrjak közben egy kérdést, hogy oktatási intézmények kikerültek az önkormányzat hatásköréből, de a iskola felújítási program az folytatódik. Igen, az iskola felújítási program az lesz 2019-ben, és a Móra Ferenc Általános Iskolának a felújítása, az is két ütemben, tehát így teljesen biztos, hogy még 2020-ban is lesz felújítás, mi jövőben is tervezünk ilyet. A tankerülettől együttműködve, a tankerület is beszállt ebbe a fejlesztési dologba. 2018-ban is volt olyan fejlesztés, amit saját maga a tankerület intézette, például az Arany János utcai nyílászár, Arany János Általános Iskolának a nyílászár korszerűsítés, az például az ő saját beruházásuk volt, de én azt látom, hogy az a nagyságrendű évi 300-400 millió forint, amit az önkormányzat az iskolák bővítésére, illetve hát felújítására költ, az azért meghaladja a tankerületnek a képességeit jelenleg. Ha már pénzügyekről esett szó, az, hogy az országnak vitathatatlanul jobb a gazdasági helyzete, mint az elmúlt években, az elér-e a kerületekhez, érezhető-e itt a hatása? Hát több részben is érezhető. Egyrészt közvetlen kormányzati, illetve parlamenti támogatást is kapunk. Ennek egy része ugye nevesített, ilyen például mondjuk 2019-ben az út építési program, ahol 2018-as évre 10 milliárd, 19-es évre 10 milliárd forintot különített el a állami költségvetésből a parlament, a budapesti utak, földutak felszámolására. Ebből a kerületben, mivel azért mi az elmúlt 10-11 évben is azért elég sok utat építettünk, ugye nekünk már olyan sok földutunk nincsen, van még, szerintem így most
tervezési szint ahhoz, hogy megszűnjenek a belterületi földutak, még egy 3 milliárd forintra szüksége van a kerületi önkormányzatnak. Ebből 19-ben egy 800 millió forintra pályázunk. Nagyon remélem, hogy nyerünk is ezen a pályázaton, és akkor a 2019-ben folytatódik ugye ez. Aztán közvetlen pátlikázott pénzt kaptunk a reformátorok tere befejezésére. Ugye ez egy nagyon szép projekt, ott a kilátó épült, és a reformáció 500. évfordulójára a szoborcsoport, amit nem az önkormányzat építetett. De ugye ott van még ennek egy másik része, amit szeretnénk befejezni, már tavaly is szerettük volna, akkor nem volt rá pénzünk. 2019-ben viszont kaptunk közvetlen erre állami támogatást, amit másra nem tudunk költeni, erre fogjuk elkölteni. Nagyon remélem, hogy ez is egy sikeres projekt lesz. Ezt már ki is írtuk ennek a közbeszerzési eljárását. Reményeim szerint ez január-februárban eldől, hogy lesz-e pályázó. Az önkormányzat működésével kapcsolatban komoly változás volt, hogy a jegyző úr távozott. Ez a helyzet, ez a dolog hogy áll, hogy pályázat, kiírták a pályázatot, és mikor lesz borítékbontás, és mikor tudunk arról valamit, hogy ki lesz az új jegyző? Hát ugye jegyző úr már nyár végén távozott, és azóta már volt egy eredménytelen pályázati kör, tehát már egyszer kiírtuk a jegyzői pályázatot. Sajnos nem volt olyan alkalmas jelentkező, aki minden általam felállított szempontnak megfelelt volna. Voltak olyanok, akik jó elképzelésekkel rendelkeztek, ellenben nem volt tapasztalatuk, volt olyan, akinek tapasztalata volt, de nem jött össze az elképzelés, ezért kiírtuk még egyszer ezt a pályázatot. Most január elején kell azt hiszem beadni, én nagyon remélem, hogy most találunk olyan alkalmas embert, aki a jövőben a 16. kerületi polgármesteri hivatalt, vagy önkormányzati edzője lehessen. Ugye február 1-jel van most kiírva, hogy onnantól lehet betölteni ezt az állás lehetőséget. Meglátjuk, én nagyon reménykedem benne. De egyébként ez különösebben nagy fönnakadást nem jelentett az önkormányzat életében, hiszen eddig is volt aljegyző, és a jegyző feladatát így az aljegyző átvette. Neki egy kicsit többet kell, sőt nem is kicsit, többet kellett dolgoznia, de hát az élet nagyon kemény. Mindenesetre benne van ő is abban a bíráló bizottságban, akik elbírálják a jegyző pályázatot. Ő nem pályázik, ezért lehet benne ebbe a bíráló bizottságban. De visszatérve arra, hogy érződik a pozitív gazdasági fejlemények kerületben, érződik ezen felül még a iparűzési adóbevételben, ugye az teljesen egyszerű automatizmus a gazdaság fejlesztésnek, hisz az iparűzési adó az a cégek árbevételének egy bizonyos százalékát kell befizetni. A fővárosi önkormányzatnak is abból kap a kerületi önkormányzat egy törvény által meghatározott összeget. És ez már a 2018-as évben is az előző évhez képest jelentősen emelkedett, mint egy 10%-kal, ami mondjuk egy 400 millió forintot jelent, és idén is megküldte már a fővárosi önkormányzat a 2019-es tervét, idén egy 12%-kal fog emelkedni a tavalyi évhez képest az iparűzési adó bevétel, és minden évben, ezekben az években túl teljesíti a fővárosi önkormányzat ezeket a bevételeit, tehát még lehet, hogy ennél nagyobb mértékben is nő, a budapesti gazdaság jobban fog élni. És ez nekünk csengő forintokat jelent, és ezeket a forintokat mi az esetek nagy többségében fejlesztésre fogjuk költeni. Úgyhogy ez szerencsés. A kerületi költségvetés összeállt, már ami a 2019-es évet érinti. Januárban fog erődönteni a képviselőtestület. Én a főszámokat, inkább arányokat mondanám, hogy körülbelül 40%, kicsit több mint 40%-át a bevételeinknek fejlesztésre fogjuk költeni. Ez a fővárosi kerületek, meg egyáltalán így az országban is elnézve, ez egy elég kiemelkedő számnak néz ki, van, ahol csak 5-10% a fejlesztés. Nálunk azért ez nagyon jelentős, és nem is kell messzire menni, például a szomszéd kerületbe jelentősen sokkal alacsonyabb a fejlesztésre szánt keretösszeg, a költségvetés összeösszegéhez. Ha már a szomszéd kerületekről esett szó, milyen kapcsolatban van a 16. kerület a szomszéd kerületekkel, és van-e annak jelentősége, hogy jó vagy rossz kapcsolat, tehát vannak-e közös ügyek? Egyről ugye tudunk, a nagy érdeklődéssel figyelt bicikliút, kerékpárút építés, mert oda a kerületi összefogás kell. Igen, kerületek közötti összefogás. Így van, hát az egy olyan projekt, ami elképzelésünk szerint lassan halad.
ugye ha csak az önkormányzat, kerületi önkormányzat lenne benne, akkor ez egy gyorsabb projekt lenne, sajnos nagyon sokan benne vannak ebbe a VECOP-os Európai Uniós pályázatban, illetve mivel Európai Uniós pénz van, most a szabályok szigorították, és egy csomó ellenőrzési procedúrán is át kell jutni az Európai Uniós pénzek elköltésénél, amit a magyar kormány elrendelt, hogy mi mindent kell még végrehajtani ahhoz, hogy egyáltalán egy fillért is el lehessen költeni. Ez nagyon meglassítja egyébként a folyamatot, de legalább még jobban átlátható lesz, mint ami volt. Ebben jó az együttműködés, például a Nagytartsai, Kistartsai, a 17. kerületi, a Csömöri 15. kerületi önkormányzattal. Ugye ez a kerékpárút rendszer, ez itt csatlakozik, ugye Zugló felé már kiépült, illetve mi még akarunk a Ránkosi úton egy átvezetést a vasúton. Na, ott nem jó a Zuglóval való kapcsolatunk, tehát ott vannak akadozások, hogy így mondjam, de hát ez mellékszál, ez egy jelentéktelen történet ebbe az egész nagy projektbe. Ugye, ami egyébként még Zuglóval, illetve a 17. kerülettel közös projektünk lehet, ugye ez a hévmetró összekötés, ami ugyan egy távlati projekt, de a tavalyi évben egy nagyon fontos mérföldkőhöz ért ez a projekt. Méghozzá a megvalósíthatósági tanulmány és az engedélyes terv, megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálta, és az engedélyes tervek is elkészültek tavalyi év végén, december vége felé. A ősvezértéri átkötés és a Cinkotáig tartó metró üzemeltetési szakaszra. Januárban, ha minden igaz, elkészül a Rákoskeresztúri szárnyvonalnak az engedélyes tervének a véglegesítés, és akkor beadják engedélyezésre ezeket, és akkor lesz egy olyan kötött pályás fejlesztés, amit akár az Európai Uniós támogathat, és engedélyes tervvel rendelkezik. Ez persze az is kell, hogy a kormány is támogassa ezt a projektet. Hoztak erről döntést, hogy támogassa, de itt a hév és a metró viszonyában megakadást jelent az, hogy ugye átkerült a hév üzemeltetés az államhoz, és most már MÁV hév nevű cég üzemelteti, ellentétben korábban ugye azt is a BKK vagy BKV üzemeltette, ugye, ami a metrót. Ugye itt ilyen kis egymásnak feszülések vannak jelenleg, de szerintem ez áthidalható kérdés, csak sok tárgyalást igényel. De valószínűleg a 2019-es évben szintén lesz ebbe előrelépés, én nagyon remélem, hogy eljutunk odáig, hogy beadja a magyar kormány azokat a pályázatokat az Európai Uniónak jóváhagyásra, amit ő komolyan gondol, hogy megvalósít, és nagyon remélem, hogy ez közte lesz. Második fél évben volt-e még valami olyan, ami fontos és említésre méltó, és sokat érint? Rengeteg, ugye például elindult a naplás projektünk, ugye ez egy térköz pályázaton nyertünk hozzá 180 milliót, meg hozzárakunk még 400-at, vagy 350-et. Ugye ez a naplástónak a fejlesztése, ebben van kerékpárút, hogy kimegy a naplástó, igazán is készült maradéktalanul, sőt, ugye itt már elkészült a 17. kerületi kerékpárút is, tehát most már össze van kötve a 17. kerületi kerékpárúttal. Átadásra még szerintem nem került se a 17. kerületi szakasz, se a 16., de fizikailag már megvan. Ugye a környezetrendezés vár még ránk, itt a többszöri közbeszerzési eljáráson sem sikerült olyan árat kapnunk, ami elfogadható lett volna. Magasabb árak érkeztek, reménykedünk, hogy egy most kiírt, már azt is kiírtuk újra közbeszerzésre, ott egy elfogadható ár készül. Ugye a naplástónál szeretnénk egy nyilvános WC, büfé épületet építeni, a mostani halőrház helyett egy másikat, egy újabbat, egy modernebbet, ahol meg is lehet állni, le is lehet ülni, illetve hát ugye kialakítunk parkolópatkát az út mellett, felújítjuk az utat is, legalábbis egy részét, most a idei költségvetésben beterveztem még egy részét ennek az út felújításnak, hogy tényleg a naplástó egy olyan égköve legyen a 16. kerületnek, ahova nem csak ki lehet menni, és szép környezeti hely van, hanem az infrastruktúra is olyan, hogy ott el lehet tölteni fél, egy, másfél, kettő, öt órát is akár, nem csak télen, hanem nyáron is. Úgyhogy ez is egy olyan projekt, amivel jó haladtunk előre 2018-ban. Ugyanígy fontos projektünk a bölcsöde bővítés. Ugye ott megálltunk egy pillanatra, mert egy újabb kormányzati projekt, pályázati projektről kaptunk hírt. Ugye először nyertünk, illetve hát nem nyertünk, mert az egy közvetlen, a parlamenti képviselőnk Szatmári Kristóf által elintézett közvetlen kormányzati támogatás volt. 100 millió forint értékben bölcsöde fejlesztése, illetve egyéb más dolgokra, ami egy marginális kérdés ebből a szempontból.
De most van egy lehetőségünk 300 millióra pályázni. Úgyhogy egy kicsit megálltunk a bölcsödefejlesztéssel, mert 300 millió mégis 200 millióval több, mint a 100 millió. És ezt a 100 milliót se veszítettük el, hanem átraktuk a centenáriumi lakótelepen levő bölcsödefejlesztésre. Ezt már el is intéztük a kormányzat illetékes szervénél, hogy akkor az már arra a bölcsödefejlesztésre megy, és reményeim szerint ennek a bölcsöde pályázat is sikeres és eredményes lesz, és így akkor az a bölcsöde bővítési projekt is indul. Illetve hát már indult a alapkületétele, de akkor tudjuk ténylegesen kivitelezésbe fordítani ezt a dolgot. Útfelújításaink is voltak, illetve egy nagyon nagy projektbe vágtuk a fejszénket, ez az Egyenes utcai lakótelep közterület megújítás. Ez 4 közbeszerzési eljáráson tudtuk kiírni azt a rengeteg feladatot, amit ott kellett. Ebből 3 lezárult, még a zöld felület játszótér megújításnál még vannak plusz munkák, amiket el kell végezni a kivitelezőnek, amikor már nem ilyen szép havas lesz az idő, hanem tud majd közterületen dolgozni, úgyhogy tavaszra az a projekt is befejeződik, de ha már itt tartunk, akkor a 2019-re megtervezzük a kerület második legnagyobb lakótelepének, a Jókai utcai lakótelepnek a közterület felújításait. Itt is hasonlóképpen, mint az Egyenes utcai lakótelep felújításnál, nem csak a zöld felület, nem csak a játszóterek, nem csak a járdák, vagy a belső járdák leginkább újulnak meg, hanem úttestek is, illetve parkolókat is fog az önkormányzat építeni. Itt a lakossági terveegyeztetésen már túl vagyunk, a lakók megmondták, hova szeretnének, mit szeretnének, hogyan szeretnék. Kutyafuttató is létesül a Veres Péter, a Jókai utcai zöldsávban, ahol most is kutyafuttató, de egy normális bekerített kutyafuttató lesz. Tehát ez is egy olyan 2019-es nagy projekt, ami a költségvetésben a forrás rendelkezés el is el fog indulni. Egy komoly építésügyi változások voltak a kerületben. Igen. Erről egy pár szót. Ha igen, ugye a fővárosi önkormányzat elfogadta 2015 elején a település szerkezeti terv módosítást, ez az ÖSZ Budapestre. Na most ezen belül ugye a kerületi szabályokat a kerületi önkormányzatok tudják szabályozni, erre 2018 év végéig volt lehetősége a kerületi önkormányzat, sőt kötelezettsége is volt, hogy ezt megtegyék. A 16. kerületben ismételten szigorítást vezetett be a képviselőtestület, nem is akármilyen, egy nagyon jelentős szigorítást. A kerület nagy részét lefedő családi házas övezetekben. Eddig 4 lakást is lehetett akár egy telekre fölhúzni, ez megszűnt, most már maximum 2 lakást lehet építeni. Ha 600 négyzetméter alatt van a telek, akkor csak 1 lakást, ha fölött, akkor 2-t. De 2-nél semmiképpen nem. 2-nél nem lehet több. Ez nem vonatkozik azokra a területekre, ami újonnan beépített területek, ahol más szabályok vonatkoznak. Mondok ilyeneket, például a Terrazebra lakópark folytatódni fog, és akkor ott más szabályokat fogadott el az önkormányzat. A felében, ami ugye most nagyjából a Terrazebrának a olyan mennyi... Hát mondjuk mit tudom én, hogy a 40%-a készült el, a 50%-ig ugyanaz a beépítés lesz, ami eddig volt, tehát ez a magas ház, és a maradék 50%-ra meg kisebb 4-5-10 lakásos társasházak fognak majd ott építeni, tehát egy jóval kevésbé intenzív beépítés lesz, tehát az egy, ahogy ők mondják, kis telkesítés történik, tehát kisebb telke, kevesebb lakás, de ugyanígy van az önkormányzat által értékesített IASZ utcai területen, ott nem 2, hanem 3, vagy akár sorházat, lakást is lehet építeni, vagy sorházat, illetve az olyan még szűz területek beépítése, ami esetleg a jövőben lenne, ott más szabályok is lehetnek, de általánosságban a jelenleg beépített területen már nem lehet. Tehát nem juthatunk el oda, mint Zuglóba, hogy 5, 8, 10, 15 lakásos épület megjelenik egyszer csak egy normális egylakásos családi ház mellett. Ezt most végérvényesen lezártuk, ugye ennek volt egy kifutási ideje, ha jól emlékszem, akkor ez október elején lépett ez a szakasz életbe, és amit előtte beadtak építési engedélyeket, azt még ez alapján fogják, a régi szabályok alapján fogják megépíteni, tehát simán előfordulhat, hogy 2019-ben még épülnek 3 vagy akár 4 lakásos társasházak is, ha korábban szerezték meg ez az építési engedélyt, ugye itt ez úgy van a szabály, hogyha megszerezte, akkor 2 éven belül kell elkezdeni az építkezést, tehát akár még 2020-ban vagy akár később is lehet ilyen, mert ugye még lehet tolni az építési engedélyt. De mondom, ezt itt lezárta a képviselőtestület, és azt mondta, hogy a alapszabály az, hogy 1, maximum 2 lakás. Voltak olyanok, akik ezt túlzónak találták, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez nem elég, menjünk még tovább, ne lehessen csak egy telken 1 lakás. Végül is ez a kompromisszum született
a képviselőtestület részéről, úgyhogy ehhez kell majd igazodni a jövőben. Most már többször szóba került a 2019-es év. Ön mire számít 2019-ben? Rá fogja nyomni a bélyegét a két választással az évre, vagy ez csak ilyen zárójeles mellékzönge lesz? Hát, hogyha figyelik az én polgármesteri munkámat 2006 óta, akkor láthatják, hogy én tudatosan mindig és nagyon határozottan távol tartom az önkormányzatot a pártpolitikától. Nyilván egy választás az leginkább pártpolitikai ügy, ugye a pártok versenyeznek azért, hogy kinek lesz több mandátuma, vagy hány százalékot kap. Tehát nyilván a pártok fognak ezzel érvelni, nyilván ők fognak. Meg az én tapasztalatom az, hogy minden egyes választás előtt, akár parlamenti, akár most ugye idén Európa parlamenti, vagy önkormányzati választás, a képviselőknek a vehemenciája egy kicsit abba az irányban mozog, hogy a pártpolitikát ismételten megpróbálják becsempészni az önkormányzat életébe. Én ezt határozottan és tűzevassal írtam. Szerintem az önkormányzat képviselőtestülete nem pártpolitikai csatározás színhelyen, nem annak kell lennie, hanem a kerületért kell dolgozni. Ennek mindenkinek van lehetősége, úgyhogy próbálkozás biztos lesz erre. Én nagyon remélem, hogy sikerül úgy, ahogy az előző években is ezt a próbálkozást visszaszorítani, marginálissá tenni, mert leginkább működni kell, dolgozni kell, fejleszteni kell a kerületet, azokat a feladatokat, amiket vállaltunk, azokat kell látni. Persze nyilván a közélet kicsit föl fog pezsdülni minden változás előtt, de magára az önkormányzatnak a polgármesteri hivatal működésére ennek nagyon remélem nem lesz kihatása, legalábbis én azon leszek, hogy ne legyen. A 2019-es tervekről egy-két szót, hogy egy-két nagyobb beruházást, olyasmit, ami széles rétegeket érint itt a kerületben, mit lehet mondani? Hát, amit már említettem, azt azért még egyszer megismételném, vannak ugye az útépítések, ugye ez állami pénzből 12, ha jól emlékszem, utat fogunk megépíteni, földutat aszfaltozni, ezen kívül lesz útfelújítás, ez főleg a Jókai lakótelep közterület megújításához kapcsolódóan, illetve van egy csapadékcsatorna és útfelújítás Tököli utca Rákosszent Mihályon, aztán lesz ugye a naplás projektünknek a befejezése, ugye ott tervezünk egy kilátót, tervezünk ezt az épületet, tervezzük, aminek azért a nagy része már megvan, a Mezőri háznál egy tanya udvar kialakítását, aminek a mezei őrszolgálat költségvetését ugye a társult önkormányzatok már elfogadták, annak a feltételeit biztosította már a társult önkormányzatok, ugye itt kerületi önkormányzat közösen üzemelteti a Mezőri szolgáltat, csak nálunk van a központja. Ez biztosan, hogy mindenkit fog érinteni. Aztán szintén ugye, aki nem mindenkit, de mondjuk rengeteg embert, a Móra Ferenc általános iskolának a felújítása. Ugyanígy felújítás lesz a Baross utcai óvoda udvarának felújítása, amit a óvodavezető meg az odajáró szülők kérésére egy nagyobb felújításba raktuk. Ugye tavaly terveztük 50 millió forinttal, most ezt megduplázzuk, hogy az egész udvar vagy az udvarnak egy nagyobb jelentős része megújulhasson így. A Szermanta gimnáziumban is fogunk udvarfelújítást végrehajtani, ott ez a gyülekező dísztér lesz megújítva. Ugye 2018-ban ott befejeztük az ablak felújítási projektet, illetve kicseréltük az összes nyílászárót, ami így projekt volt. Aztán ezen kívül ugye a bölcsőde építés vagy bővítés a Cenkotai lakóparkoknál, illetve a Centerelmi lakótelepen a bölcsődének a felújítása, ami szintén még sok mindenkit érint. Igyekszünk az útfelújításokat, járdafelújításokat, kátyúzásokat, tehát ezeket a üzemeltetési feladatokat egy kicsit nagyobb keretben megoldani. Illetve mivel a minimálbér meg a garantált bérminimum is emelkedik, és a kerületi önkormányzat mindig is híres volt arról, hogy ez mindig hozzáad egy kicsit, ez valóban így lesz 2019-ben is, például az összes intézményhálózatra kiterjesszük azt a szabályt, hogy 200 000 forintos évi maximális kafetériát mindenki meg fogja kapni, minden dolgozó, aki eddig ugye nem kapta. Voltak olyan intézmények, például az óvodák már tavalyi év szeptembertől megkapták az óvodapedagógusok, de most akkor ez a bölcsödére, a kerületgazdára, a színházra és mindenkire fog vonatkozni. Hát érdeklődéssel várjuk a 2019-es évet, és önnek is, és a kerület lakóinak is sok sikert kívánunk ehhez. Köszönöm szépen!